Sziasztok, sárgokék, sportrajongók! Ez itt a Hazai Pályán extra kiadása. Élőben jelentkezünk a MOL Arénából, ahol ma a foci mellett a kézilabda is téma lesz, hiszen a mai vendégeink a HCDAC, tehát a Dunaszerdai Kézilabda Klub, a női kézilabda klubunk két képviselője, név szerint a csapatkapitány Straka Mária és a klubelnök Horváth Zoltán, akiket sok szeretettel köszöntök a stúdióban. Sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok! Kezdjük a beszélgetést azért mégiscsak focival, hogy egy foci klub vagyunk és egy foci stadionban vagyunk. Milyen a ti kapcsolatotok a focival? Hisz tudjuk, hogy hát elmondjuk, de hát azt hiszem, hogy a nézők többsége tudja, hogy nálatok családban van a foci, ugye te bátyád, de a csapatkapitánya volt, nálad pedig a lányodnak a vőlegénye, ugye itt focizott szintén a Dacban, majd beszélünk ugye, nyilván többet is róluk, tehát milyen a kapcsolatotok a focival? Hát nagyon jó, gyerekkorom óta járunk foci meccsekre, akár falura is, akár kis falusi meccsekre, vagy akár a DAC meccsekre is, és ezen kívül otthon is állandó téma, akár a tévében, akár egymás között, szüleim között, bátyám ugye focista, úgyhogy rajta keresztül is. Téged Zoli gyakran látni itt a stadionban? Hát igen, én három kategóriára osztanám. Az első az a szurkoló, hogy a gyerekkorom óta Fradi szurkoló voltam mindig, aztán később lettem DAC szurkoló. Ez talán az egyik szakasz, a másik pedig a hobbi szinten űzött foci, és hát hogy a harmadik az, amikor cirka 14-15 évvel ezelőtt bekerült a családomba Németh Krisztián, hát ugye az egy egész más dimenzióba hozta a focit és a focinak a követését, úgyhogy talán így. Ugye Mária, nálatok a bátyád az 10,5 éve idősebb nálad, ugye itt nevelkedett, hogy a Dacban játszó csapatkapitánya is volt a Dacnak, tehát azért elég nagy korkülönbség van köztetek, tehát gondolom, hogy te kiskorodtól azért úgy figyelted őt, hogy focizgat, meccseire is kijártál? Persze, támogattuk, amikor csak lehetett. A nagy korkülönbség véget, ugye ő már 10 vagy 11 éves volt, mikor megszülettem, de utána folyamatosan követtük, jártunk a meccseikre, utána a tévében is, mikor akár Lengyelországban volt, és a Dacba fejezte be ugye a karrierét, akkor pedig itt szurkoltunk neki. Van olyan kedvenc emléked is esetleg? Hát nincs, mindig örültem minden egyes mozdulatának, ha netán gól öröm volt, vagy gól tudott rúgni, vagy gólpaszt adott, akkor külön örültem neki. Nincs ilyen konkrét pillanat, amit ki tudnék emelni. Ugye Gábor, ahogy említettük, több mint 10 évvel idősebb nálad, milyen testvérek voltatok, milyen volt a viszony, vagy milyen a viszony mai napig? Hát a nagy korkülönbség ellenére nagyon jó testvérek voltunk, mindig támogattuk egymást, úgyhogy tényleg csak jót tudok mondani. Van egy kis meglepetésünk, Gábort kamera elé állítottuk, és ugyanezt a kérdést neki is feltettük, úgyhogy nézzük meg, hogy ő mit mond erről, hogy milyen testvérek vagytok. Jó viszony, jó testvérek vagyunk, mindig is jó testvérek voltunk. Igazából akkor tudja, hogyha baj van, vagy akármi, nem érzi jól magát, akkor mindig számíthat rám, úgyhogy mindig próbálok segíteni így a sportterén, amiben tudok, de inkább a maga útját járja, azt lehet mondani. Néha azért bebeszólok neki, hogy valami az itt nem működik, nem úgy kéne, de így jó viszony volt közöttünk mindig. Az a sportszellem, ugye, ami mindkettőnkben megvan, hogy gyerekkorunk óta, azért csípdessük egymást, még most is a társasjátékok, hogy akármiben, akármit ha játszunk, akkor az még ott van, hogy győzni akarás, de csak így ilyen tényleg játékosan. Ez tényleg így van. De egyébként azt mondja, hogy a tanácsait nem fogadom meg, de többségében azért megfogadom, és tényleg nagyon sokat tud segíteni olykor egy jó tanács, akár a sportban, vagy bármi az élet terén is, úgyhogy. Tehát én igazi nagy testvérként, bágyként fogja a kezedet mondhatni. Igen, és ez tényleg így is van. Uh-huh. Jó, Zoli, nálatok ugye említetted Németh Krisztián Némót, aki tavaly még itt is focizott a Dacban, és aztán ugye elment innen, és bajnok lett Amerikában, ugye amerikai álmat teljesült. Mi van vele jelenleg? Hát jelenleg egyéni edzéseket folytat, és hát ugye Amerikába vágyik vissza. Amerikában egy kicsit csúszott az idény kezdete, most kezdődött a csapatoknak a felkészülése és a csapatoknak a kialakítása. Különböző, ahogy informálva vagyok, különböző megkeresések vannak,
tehát az elkövetkező időben szerintem születik egy döntés ismételten. Hát addig csapattal is, és egyéni edzéseket, kondíciós edzéseket, de technika, dinamika és a állóképesség javítására történő edzések zajlanak napi szinten nála. Ugye ő általa is, meg hát nem csak ő általa is, de azért neki köszönhetően is gondolom sok válogatott meccsre eljutottál. Beszéljünk a magyar válogatottról, hiszen holnap kezdődik a selejtező sorozat. Kalmár Zsolték számára, mit vársz tőlük? Hát igen, tény, hogy Némo segédletével nagyon sok bajnoki és válogatott meccsen is ott voltam. Hát én egy a lengyel-magyar vagy magyar-lengyel barátság jegyében egy meggyőző magyar játékot és magyar sikert várok, és nagyon szurkolok a válogatottnak, a DAC játékosainak és Zsoltinak és Andrásnak is, hogy lépjenek pályára. Remélem, hogy egy igazi huszáros szezonnyitó győzelemmel rajtolnak. Hát így legyen. Azt, amit a Máriától is kérdeztem, tőled is megkérdezem, hogy ilyen kedvenc foci élményed, akár DAC-szal kapcsolatban, vagy a Némo pályafutással kapcsolatban, vagy őt, azért tudom, hogy Amerikában is jártatok meccsen. Igen, hát sikerült egyedül Kolumbuszban nem láttam őt játszani, de amúgy mindenhol, ahol a pályafutása során megfordult. Nekem a legnagyobb élményem az Anfield-en volt, amikor a Liverpool Reserve bajnokság, tehát a Észak-Dél ellen bajnokságban ő rúgta a győztes gólt, és utána az Anfield-nek a rejtelmeit is meg tudtuk nézni, úgyhogy ez volt talán az egyik, akkor még igaz, hogy mondhatni azt, hogy Sheherként rúgta azt a gólt, az volt az egyik nagy élményem, és hát természetesen ugyanott nem lehettem ott, de az egyiptomi világbajnokságon, a U21-es világbajnokságon a olaszok elleni mérkőzése, tehát az volt. Hát illetve az a Norvégiában játszott meccs, amikor Stork úr volt a szövetségi kapitány, és ott végigjátszott a mérkőzést, és én megmondom őszintén, hogy akkor lepett meg többetszer igazán, amikor bebizonyította azt is, hogy védekezni is nagyon tud, és nagyon akar. Úgyhogy röviden ennyi. Nyilván neked ez egy ilyen nagyon pozitív dolog volt, hogy Szerdahelyen is szerepelhetett, ugye, hogy hazajött. Hát természetesen több okból is. Mondhatom azt, hogy a család várta. És hát ugye azért itt 17 éves korától mondhatni azt, hogy felvidéki magyarként, magyar-magyarként szocializálódott, ismerve a város, a klub, a minden régió, a kisebbségi lét, a magyarságunkért való küzdelem, tehát minden pillanatát, és hát ezzel a szívvel, lélekkel érkezett a DAC-ba. És hát persze természetesen biztos volt bennünk, volt bennem is volt valami szintű csalódás, de hát ha Stork úr úgy gondolta, hogy nem Némo az a csatár, akivel ő bajnokságot fog nyerni, akkor ezt profi módon el kell fogadni, ez így az élet megy tovább, és hát mindenképpen Stork úrnak fog kelleni majd elmondani az év végén, hogy akkor lett-e bajnok a csapat, vagy nem. Úgyhogy mi szorítunk Némóval együtt annak, hogy a DAC legyen bajnok. Hát köszönjük szépen, és ugye téged, ahogy már említettem, itt a stadionban is sokszor látunk, nagyon sok meccsen itt vagy. A DAC-szal kapcsolatban a utóbbi évekből mi az, amit úgy legszívesebben, amire legszívesebben visszaemlékszem? Volt egy DAC-Zsolna meccs, amire azt hiszem mindenki emlékszik, egy óriási hajtós meccs volt, még akkor a fél stadion állt, és az a mérkőzés az nagyon bennem maradt. Azt nyertünk is, 4-2. Jól is játszottunk, 4-2-re jól is játszottunk. Az volt az egyik, a másik pedig a Szlován elleni 1-0-ás győzelem, amikor itt a 16-os sarkáról adta be Davis a labdát, és azzal a fejessel nyertünk itt van 1-0-ra a Szlován ellen. Ezek olyan életre szóló élmények, amit szerintem valaki akár szurkolóként, akár mondhatni, hogy kevésbé szurkolóként, de egy életen keresztül visz magával. És hát ugye el kell mondani azt is, hogy az ember kapcsolatai révén nagyon sokan megszólítják, és amikor
Nemo itt ott focizott, főleg Liverpoolba, akkor többen mondták azt, hogy próbáljunk Liverpoolba jegyet szerezni. Aztán, amikor a Dac elkezdte az újkori történelmét írni, akkor a barátaim egyre jobban Dac meccsre szerettek volna jönni, és amikor kezdtem tőlük, hogy máshova nem, hát tökéletesen jó ez a hangulat, mert nagyon nem megyünk sehova. Úgyhogy ezek nagyon pozitív élmények, és azt hiszem, hogy ezzel is, ezzel az élménytárral is bizonyítja a Dac azt, hogy történelmet írt, akár a sport, akár a felvidéki magyarság, a régió történetében pedig biztos. Az idei, vagy látva az aktuális szezonnak a szereplését, azt, hogy észlelitek, hogy mennyire figyelték, gondolom, nálatok kézilabdásoknál nincs nagyon idő erre, de azért mégiscsak valahol ugye, testvérek vagyunk, mondjuk így. Hát én figyelem annyira lehet, de mégiscsak azért egy nő vagyok, vagy lány vagyok, úgyhogy szerintem a férfiak ezt jobban másképp látják, mint mi. Figyelem, de talán Zoli erről többet tud mondani, abban biztos vagyok. Még esetleg, bocsánat, hogy belekérdezek, hogy a néha azért szóba esik köztetek a foci? Persze, otthon, főleg apukám is ugye nézi, anyukám is nézi, Gábor is, úgyhogy ha otthon vagyunk, folyamatosan téma, nálunk azért ez a mindennapok része, persze. És a kézilabda rovására? Vagy 50-50? 50-50, ugyanúgy a kézilabda meccseket is nézik, a szüleim is, bátyám is, úgyhogy nálunk ez így megoszlik. Na, szuper, és Zoli, nálad? Hát én azt hiszem, hogy abszolút természetes dolog az, hogy követem. A mérkőzések javarészét nézem, úgyhogy hát persze az ember sikereknek nagyon tud örülni, a vereségeken nagyon tud bosszankodni, de hát ilyen a sport, a labda gömbölyű, én bízom benne, hogy a második hely azért, ha most már talán a bajnoki cím, mondhatni, hogy egy picit távolinak tűnik, de nagyon bízom benne, hogy a második hely az simán meg lesz. Tehát a civil foglalkozásodként orvos vagy, kézilabdának klubelnök vagy, városi képviselő vagy, és még ez mellett akkor van időd a focira, és ez nagyon, nagyon szuper. Megkérdeztük. Igyekszem. Ugyanezt a kérdést, tehát mennyire figyeli a Dacot, a Dac szereplését, megkérdeztük Gábort is, úgyhogy nézzük meg, hogy mit válaszolt. Nagyon örülök neki, hogy több éve már ott vagyunk a tűz közelben, minden utóbbi években ugye nemzetközi porondon is tudunk szerepelni. Jó úton haladunk, haladnak, vagy haladunk, szerintem biztos vagyok benne, csak hát ugye ez egy hosszú távfutás, ahogy a tulajdonos is mondta már legelején, ez nem sprint, úgyhogy hát időbe telik, mire oda kerülhetünk a bajnoki címhez, de bízok benne, hogy sikerülni fog. Én is szívesen látnak több saját nevelést, több magyar ajkú gyereket, de lehet, hogy még nem sikerült úgymond kinevelni őket, de biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb majd talán sikerül valami magyar ajkú gyereket is beépíteni a csapatba. Mert ez így ugye, hogyha nemzetközi porondon is szeretnénk szerepelni, ha bajnokok is akarunk lenni, akkor tényleg egy kirobbanó tehetségre van szükség, hogy beférjen a csapatba. Ez volt tehát Gábor véleménye, kirobbanó tehetségek kellenek ahhoz, hogy a hazaiak bekerüljenek a csapatba. Nyilván ez a téma a kézilabdában is fennáll, és hát akkor evezzünk a számotokra, a hazai pályára, tehát a kézilabdára. Mielőtt a Dacról beszélnénk, ugye van az a mondás, hogy azért nem jó, vagy azért veszélyes egy kézilabdás csajjal összejönni, mert bármit feléd dob, mindig eltalál vele. Aztán megkérdeztük Gábortól is, hogy ez mennyire igaz, azt mondta, hogy ezt kérdezzük meg a férjettől. Tényleg így van? Hát nem szoktam nagyon dobálkozni, nem tudom. Én úgy képzelném el, hogy például a mosógépbe is úgy rakodsz be, hogy 3 méterről dobálod, vagy a levesbe a zöldséget is a konyha másik végéből. Nem, ez nem jellemző. Azért annyit dobálunk a pályán, hogy szerintem otthon hazász, mert nem visszük. Oké, tehát ez csak egy mendemonda. Igen. Jó, Zoli, megkérnélek, hogy a kézilabda klubnak ugye van egy múltja, van egy jelene és van egy jövője, tehát először beszéljünk a múltjáról, hogy milyen út vezetett oda, ahol most vagyunk. Megpróbálom nagyon röviden összefoglalni. A tény az, hogy most júniusban lesz a klub 5 éves. 5 évvel ezelőtt ugye volt 2 utánpótlás nevelő és különböző sikereket elérő klub
Dunaszerdahelyen, és hát én úgy gondoltam, hogy nem nagyon egészséges az, amikor a dunaszerdai lelátón a dunaszerdai szülők két csoportja egymás gyerekei ellen szurkol, és ehhez jött egy ilyen akcelerációs lehetőség a Szlovák Kézilabda Szövetségnek a regionális kézilabda központokra benyújtandó pályázat. És hát ugye elkezdtünk ebben a pályázatban gondolkodni, és elkezdtük lerakni a közös klubnak az alapjait, amit hosszas tárgyalások után sikerült összehozni. Így alakult meg az akkor még Városi Sportklub munka néven szereplő klub. Azt is el kell mondani, hogy körülbelül másfél évig tartott, amíg összefésültük a két klubot. Bizonyos ideig azért a két előtt klub önálló platformot képviselt a klubon belül, főleg a külföldi tornákon Magyarországon, és eljött az a pillanat, amikor a klub, ugye, mint minden valamire való klub száz akárhány éve a régióba, a HCDAC nevet vette fel, ugye újjá alakult. Tehát elmondhatjuk azt, hogy mi igazán egy alulról építkező klub voltunk, az utánpótlás bázisán és az akkor ifi csapat, vagy idősebb ifi csapat bázisán indult el a női csapat, aki végiggyalogolt a második ligát, a szlovák kettőt, utána a szlovák első ligát két év alatt tudtuk magunk mögött, és hát most már pedig a második évadunkat játsszuk a MOL ligába. Tehát, ahol ugye tavaly a tizedik helyen végeztünk, a szlovák, nem befejezett bajnokságban, ugye szlovák csapatok közül a harmadik legjobbként, most pedig még jobban állunk, negyedik helyen, és a szlovák csapatokat tekintve a második helyen. Milyenek lehetnek a célok, illetve a tervek a hát ugye, közeljövőre? Mindig a klub alapításkor is azt mondtuk, hogy három éves időszakokban gondolkodunk. A harmadik év volt az, hogy föl szeretnénk jutni a MOL ligába, ami akkor sikerült. Ugye a MOL liga első évében azt mondtuk, hogy szimpatikus újonc szerettünk volna lenni, azt szerintem az tizedik helyen azt teljesítettük. Utána volt az erre az évre azt mondtuk, hogy legyünk az első hatba, és hát nem szeretném elkiabálni, és nem szeretném túl nagy önbizalommal, hogy esetleg, vagy talán egy kicsit beképzeltségnek hangzana az, hogyha azt mondanám, hogy a dobogós helyezést már csak mi vehetjük el magunktól, hogyha ezt a feszített 15 napot a lányok jól bírják, akkor április 10-ére a MOL Liga alapszakaszának a befejezésére oda tudunk érni a dobogó, nem a legfelsőbb, de valamelyik fokára. És ugye aztán jön majd májusban a szlovák rájátszás. Ahol gondolom a legmagasabb célok lesznek? Hát egyértelműen ott ugye a négy szlovák csapat közül kell két győztes mérkőzéses párharcokban eldönteni, hogy ki játssza a nagy döntőt, és hát természetesen az ambícióink nagyok, de én mindig azt mondom, hogy maradjunk a realitások talaján, teljesítsük az első hatot, és a szlovák rájátszás pedig, a playoff az pedig hozzon jó játékot, és hát természetesen jó eredményt. Köszönöm szépen, ugye a klubelnök is nagyon szorosan kapcsolódik a klubhoz évek óta, de ha nem tévedek, te még régebben itt benne mozogsz ebben a szerdai kézilabdában, a gyerekkorodtól mindig is kézilabdás akartál lenni? Nem. Régebben nem voltak ilyen céljaim, de volt egy remek testnevelő tanárom, Kocó Klári néni, még mindenki ismeri, vagy emlékszik rá, akinél elkezdtem kézilabdázni, vagy a sporttal foglalkozni, és utána persze jött a többi, elkezdtem járni, folyamatosan megtetszett, de ez mellett még voltak más is, nem tudom, táncra jártam, más egyéb körökre, de fokozatosan szépen mindent leépítettem, és első helyre került a kézilabda, úgyhogy itt Brunswick Tündénél annól még Méhes Tibi bácsinál, Piroska néninél kezdtem kézilabdázni, utána kerültem ugye Győrbe, utána vissza, játszottam Aranyoson is, utána volt egy kicsebb szünet, és utána megint otthon. Hát kérdeztük Gábort is, hogy mert te is mondtad, hogy követted az ő pályafutását, természetesen ő is a tiédet, úgyhogy megkérdeztük őt, hogy tekint arra, hogy te ugye kézilabdázol. Tehát gyerekkora óta szerette a kézilabdát, és mindent megtett azért, hogy sikeres legyen benne. Sajnos itt Dunaszerdahelyen még akkor tájt a lehetőségek nem voltak olyan színvonalon, mint például Magyarországon, így
középiskolát a Győrben kezdte el, és közben Etóba kézilabdázott, de sajnos jött egy elég súlyos sérülés, elszakadt a keresztszallag elég fiatalon. Ebből ugye nem volt könnyű úgymond kimászni, de szépen fokozatosan felépítette magát, és azt lehet mondani, hogy újra kezdte a karrierét, és végül is mire elvégezte a főiskolát, addigra egy Dunaszerdán is nagyon jó lehetőségek adódtak a kézilabdára, sikeresen feljutottak a MOL extraligába, és most ugye csapatkapitány, a csapat jól szerepel, úgyhogy azt lehet mondani, hogy én mindenképp büszke vagyok rá, és örülök, hogy itt van. Ugye, és hát elvégezted ezt a prolicenszes edzői képesítést, ami azt jelenti, vagy azt jelzi, hogy ugye ez a kézilabda, ez ilyen életre szóló szerelem. Igen, mindenképpen. Azért is jártam a testnevelési főiskolára, nem csak a kézilabda, hanem a sport is. Mindenképpen szerettem volna testneveléssel, edzősködés, játékos, edzőként, játékosként a kézilabdával foglalkozni. Úgyhogy nem tudom, végül is tényleg gyerekkori szerelem és végigment. Meglátjuk, hogy meddig tart majd a játékos karrierem, de utána mindenképp edzőként és akár tanárként képzelem el a továbbiakban. Zoli, nálad hogy honnan jött a kézilabda iránti szeretet? Azt hiszem, hogy sokan vagy talán mindenki tudja, hogy én Aranyosi vagyok, és én gyerekként éltem meg azt, amikor az Aranyosi kézilabdának az alapjait rakták le. Gyerekként voltam Nyárasdon többször mérkőzésen, illetve amikor ugye aztán 30, akárhány, 35, körülbelül talán már van több is, mikor Dunaszerdájra kerültem 35 éve, és ugye a lányom az akkori Gorki, most már Szabó Gyula iskolába kezdett Mihes Tibi bácsinál kézilabdázni, és hát innen került el Pestre a Fradiba, ott véghúzta a Fradi serdülőt, a Fradi ifit, és hát a kézilabdás pályafutását az egyetem kezdetén, amikor egyetemre kezdett járni a budapesti Spartakusz női, befejezte be. Úgyhogy a fertőzés volt az egyik dolog, hát ugye a másik dolog pedig Győr közelsége, ahova nagyon sokszor jártunk mérkőzésre, de hát ugye abban az időben inkább a Fradi női kézilabda meccsein voltam, míg Zsóka ott volt, és hát aztán utána pedig átlandoltunk ide Győrbe, úgyhogy nagyon az elmúlt 30 évenben ott van. Szintén életre szól. Szintén életre szól. Életre szól. Beszéltünk a csapat szerepléséről. Ugye nálatok is, a kézilabdában is a külföldi edzőkkel dolgoztok, most már második éve. Debre Viktorról beszéljünk egy kicsit. Mennyire találtátok meg benne azt, akit kerestetek? Mária? Vagy én? Ti kerestétek. Azt hiszem, hogy tehát el kell mondani azt, hogy a klub és a Magyar Kézilabda Szövetség kapcsolata átlagon felüli, és ugye azt is el kell mondani, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség külhoni akadémiáinak, a tervezett külhoni akadémiáinak az egyik címzetje az Dunaszerdahely. Innentől fogva azért a szakmai életünket is figyelemmel kíséri a szövetség, és onnan kaptuk az ajánlást, hogy a mi céljainknak megfelelő edzőt keresvén Debre Viktor, aki ugye a rendfegyelem és a munka mestere, és hát én úgy gondolom, hogy nem csak a szakmaisága, de az őszinte karakán és a célt szentesítő eszközeivel pontosan az az edző, aki ezt a lánytársaságot a nagy célok felé el tudja vezetni. Én ezt így látom klub elnök szinten. Most én kíváncsi vagyok a csapatkapitány véleményére, és most ezt el lehet mondani, ezt köztünk marad. Csak országvilág látja. Hát más nem tudok mondani, egyetértek az Olival, amit elmondott. Más nem tudok hozzáfűzni. Szóval kemény a meló. Nehéz. Ugye új játékosok, új edző jött, uh-huh. Persze nem volt könnyű megszokni egymást akár, vagy a új környezetet, új célokat, minden más, de fokozatosan szerintem sikerült, egyre jobb a csapat, egyre jobb a eredmények, úgyhogy
Látszik. Hát, tehát ránézünk a táblázatra, persze, azt igazolja, hogy jó döntés volt. És igazából ez a kemény munka segítheti azt is, hogy most, ahogy már említettük, hogy 15 nap alatt 5 meccs vár most rátok. Mennyire nehéz egyébként egy ilyen feszített tempóba játszani? Hát nem tűnik olyan nehéznek, de mégis nagyon nehéz, mivel nem felkészületlenül megyünk a mérkőzésekre, de mindig az előtte lévő napokon azért van egy videóelemzés, készülünk az ellenfelekre. Ugye főleg az utazása, amikor volt olyan, amikor egy héten kétszer mentünk nagyon messze, majdnem 5-6 órát utaztunk, ugye Prágába, azt hiszem azon a héten volt Plzeň, és nagyon kimerített. Szlávia, ugye, ugyanazon a héten. Igen, és nagyon kimerített az a, főleg az utazás. És ti nem egy nap előtt? Nem utazunk egy nappal előtt, hanem aznap, úgyhogy odaérünk, akkor ugye a meccs, nem tudom, hogy van, ki hogy van vele, de általában azért meccs után akár milyen a végkifejlet, én például nem tudok aludni, vagy nem olyan azért az a pihenés, mert ugye dolgozik a adrenalin és mi más, úgyhogy aznap nem pihensz, ugye másnap már akkor edzés, harmadnap már megint készülsz, megint mérkőzés, úgyhogy nem volt könnyű. Szerintem ennek is az eredménye, hogy talán azt a Olomouci mérkőzést, amit mindenki azt várta, hogy nyerni fogunk, mi is arra számítottunk, nem sikerült hozni. Ugye említettük, hogy ti is másodikok vagytok, szlovákiai szempontból a Dac foci csapata is második jelenleg. Ki lesz előbb bajnok? Ez a nagy kérdés. A kézis csapatunk vagy a focis csapatunk? Hát szerintem kérdezzük meg a Stork urat és Debre Viktort, és amit ők mondanak, akkor tartsuk ahhoz magunkat. Én azt szeret, szívem szerint természetesen annak örülnék, hogyha mindkét csapat. Akkor se történik tragédia, hogyha egyik sem, de természetesen mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szlovák playoffban jól szerepeljünk. Jó, hát nagyon szorítunk. Köszönjük szépen. Legalább egy bajnoki cím ide kerüljön Szerdahelyre. És mielőtt tovább lépünk a harmadik témakörünkre, akkor ha már Gábor itt járt, megkérdeztük tőle nyilván, hogy mi van vele jelenleg, úgyhogy nézzük meg, hogy válaszolt erre a kérdésre. Mindjárt, hogy abbahattam a karriert, vagy elkezdtem úgymond vállalkozni, maradtam a foci terén, individuális és csoportedzéseket tartok, hát ugye egyénileg és csoportban, ezzel foglalkozom. Plusz mellette eleinte még járási szinten edzősködtem is, de rájöttem, hogy az edzősködés nem nekem való, nem érzem magam annyira otthon benne. Nagyon sok fals emberrel találkozok, és jobban szeretem olyan embereket. Tehát inkább dolgozok gyerekekkel, mint felnőttekkel, így mondom, mert az sokkal jobb, ez így leegyszerűsítve. Viszont ugye Gábor is a foci mellett van továbbra, és tehát őnek is ez egy életre szóló szerelem. És még egy dolog, mielőtt tovább lépünk a harmadik témakörre, elfelejtettem az elején említeni, de hát akik rendszeresen néznek minket, tudják, hogy ez egy élő műsor, ezért a Facebookon lehet élőben is kérdezni, úgyhogy a kommentbe bátran írjatok kérdéseket, amiket majd itt a vendégeinknek felteszünk. Na és akkor lépjünk tovább, a foci és a kézilabda után jöjjön egy, mondhatni úgy, hogy mind a kettőre vonatkozó téma, az pedig az új sportcsarnok, ugye ott holnapokban, elmúlt hetekben elég sok szó esett erről a tervezett új, több mint 3000 félhelyes sportcsarnokról. Azt hiszem, hogy a legtöbb információ, de erről neked van, Zoli, úgyhogy megkérlek, hogy nagyjából úgy vázold azt, hogy mi történt eddig ebben a projektben. Ugye akkor, amikor a csapat fölkerült szlovák első ligából a MOL ligába, akkor a szlovák kormány 2 millió eurós támogatást ítélt meg Dunaszerdahely városának, pontosan azért, hogy azt az infrastruktúrát, ami egy MOL ligás vagy esetleg nemzetközi szerepléshez szükséges, egy új sportcsarnok megépítéséhez. Ezt többször elmondtam, és mindig is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ebben a 2 millióban és ebben a tervben, ebben benne van a Dunaszerdahelyi kézilabda elmúlt 35-40 éve. Az összes olyan embernek a munkája, játékosnak a játéka, aki valaha valamikor is Dunaszerdahelyi mezben játszotta a kézilabdát, függetlenül fiú vagy lány vonalon. Ugye figyelemmel lehet kísérni azt a turbulenciát, ami úgy néz ki, vagy úgy nézett ki mind a mai napig,
hogy talán már lenyugodni látszik. Január 12-én volt egy nagy többségi képviselőtestületi határozat arról, hogy a Dunaszerdahelyi új sportaréna a most meglévő sportcsarnok mellett kerüljön felépítésre. Hozzáteszem, hogy ez a döntés ez lényegében tükrözi azokat az esetleges nemzetközi elvárásokat is, hogy Dunaszerdahelyen különböző nagy sportrendezvényeket lehessen pályázni, ami természetesen nem csak a városnak, mint olyannak, a város szállásadóinak, a város, város mint turisztikai célpontnak egy nagyon fontos része lehet, vagy lehetne. Aztán volt még egy képviselőtestület ülés nemrég, ott volt különböző új fejlemények hatására egy próbálkozás, ami tehát akkor az úgy végződött, ahogy végződött, és hát én személy szerint úgy gondoltam, hogy a helyzet végre révbe ér. Hát eléggé meglepett egy mai hír, hogy jövő hét kedden újra a képviselőtestületi ülés lesz ezzel kapcsolatban. Nagyon várom az új fejleményeket. Én eléggé, ilyen szempontból eléggé egyértelmű álláspontot képviselek ahhoz, hogy azokat a tornákat, nagydíjakat, különböző sportágakat, akár ifjúsági, európai szintű rendezvényeket meg tudjuk pályázni Dunaszerdahelyre, akkor egyértelmű, hogy kell egy melegítő csarnok közvetlen rákötéssel az arénára. Ez azt hiszem, hogy nagyon logikus érv, és hát bizonyos szempontból feltétele is annak, hogy egyáltalán ilyen rangú tornákra be tudjunk pályázni. Hogy Dunaszerdahelyen ugye miért nem lehet egynaposnál nagyobb tornákat rendezni, az nagyon egyértelmű, egy pályával sokra nem megyünk. Hozzáteszem, nagyon örülünk annak, hogy van ez a sportcsarnokunk, és van, hol edzenünk, de ez a sportcsarnok kinőtte minden sportágot Dunaszerdahelyen. Én nagyon bízom abban, hogy a csapat jövőre kijut a nemzetközi szintérre, és hát ugye természetesen az új sportaréna akkorra még nem lesz kész. Jó esetben már látom is a szurkolókkal teli autókat, akik mennek át az Audi arénába, hogy a Dunaszerdahely hazai első nemzetközi mérkőzésén ott tudjanak lenni. Én bízom benne, hogy ez így lesz. És hát természetesen abban is, hogy végre valahára aztán minden józan ész eldönti azt, hogy mi a sportcsarnoknak a legideálisabb elhelyezkedése és a jövőképe. Tehát kijelenthető az, hogy igazából akkor van értelme a projektnek, hogyha a kettő össze van építve, igen, illetve csak akkor történik meg a beruházás, ha ez így lesz. Hát akik itt jártak, és voltak itt válogatott játékosok, szakmai képviselők, akár Magyar Kézilabda Szövetségtől, de máshonnan is. Itt volt például a Spanyol Olimpiai Bizottságnak az elnöke, alelnöke, akivel találkoztunk itt a MOL Arénában is, és hát egyértelműen mindenki azt mondta, hogy a kettő egybeépítésében van az a potenciál, ami igazán meg tudja hozni azt, ami benne van. Tehát ahogy említettem, turisztikailag, stb. Még visszatérnék arra, amit említettél, hogy eszembe jutott egy kérdés, hogy valójában, mert nekem, mint foci szurkolónak nem teljesen tiszta, hogy a kézilabda a MOL ligából, vagy nem tudom honnan, nyilván onnan, hogyan tudtok kvalifikálni az Európai Kupába, vagy tehát hogyan kijut ki? A MOL Liga bajnoka, tehát a két országnak együtt van helye a BL kvalifikációs csoportkörbe, tehát az a MOL Liga győztese. Tehát aki a MOL Liga MOL Ligát megnyeri, az játszhat kvalifikációs tornát a BL főtáblára való kerülésért. Ha valaki figyeli a kézilabdát, így volt Győr-Most meccs tavaly, tehát az egy dolog. Utána persze természetesen a szlovák playoffból a két másik EHF által szerveződő kupa az, amelyik bekvalifikálhatja magát a csapat, tehát az egyik az EHF kupa, a másik pedig a másik, és akkor a kettő közül valamelyikbe jövőre szeretnénk helyet kapni. Ez azt jelenti, tehát
ha bajnokok lennénk a MOL ligába, akkor a BL-be indulunk, és ha szlovák... Ha bajnokok lennénk, akkor a BL-be, és akkor, akkor igen. Szlovák play-off-ban az első kettő, akkor viszont... Akkor meg LHF-kupa. LHF-kupa, hát értem. Jó, nálatok a csapaton belül nyilván beszéltek a új sportcsarnokról, milyen a vélemény? Hát egyértelmű. Egyértelműen a véleményük, mindenki szeretné az új csarnokot. Nagyon fontos lenne, mint én, mint edző is nagyon fontosnak tartom, hiszen akárhányszor is jártunk a gyerekekkel tornákon, akár Magyarországon, Csehországban, ez egy olyan élmény a gyerekeknek, de itthon erre nincs lehetőség, valamint különböző kézilabda táborokat lehetne szervezni. Ezen kívül tényleg, hogyha szeretnénk tovább lépni, remélem, hogy jövőre sikerülnek a célok, és akár megnyerhetnénk a MOL ligát is, akkor kell egy csarnok, és remélem, hogy meg is tudjuk majd telíteni, úgyhogy szurkolókkal. De ugye csarnok kapcsán nem csak a sportot említsük, hanem azért a csarnoknak. Tehát én mindig úgy szoktam ragozni, hogy rendezvény és sportcsarnok, tehát rendezvényileg sem egy utolsó dolog lenne az, hogyha egy hasonló régió központi szerepét erősítő arénával rendelkező Dunaszerdahely, ahol a különböző koncertek, rendezvényeket nagyon jó körülmények között meg tudnánk rendezni. Tehát ez a kulturális életnek is adna egy löketet. Szabad ne feled, viszont visszatérnék arra, amit Mária mondott, hogy a szurkolók, ugye nálunk sokat emlegetjük azt, hogy a szurkolók nélkül játszunk, mennyire hiányoznak, mennyire hiányzik a csapatnak az a 12. játékos. Ti ezt a covidos időszakot hogy észlelitek? Hát nagyon hiányzik nekünk is, ugyanúgy nem tudom, az utóbbi időkben tényleg sokan jártak a meccseinkre és buzdítottak minket, nagyon jól esett. Most ugyanúgy a tévén tudják követni a mérkőzéseket, mint a focit. De azért az mégsem olyan, amikor felnézel, és akár meglátod a nem tudom, a szüleidet, vagy éppen a legjobb barátod, és tudod, hogy ott van, és bíztat téged, vagy felnézel, és tényleg ott van egy tömeg, aki szurkol a csapatodnak, vagy szurkol nektek. Mindenképpen nagyon hiányzik. Hát igen, bocsánat, csak annyit akartam mondani, hogy hát szerencsém volt, hogy elég sok meccseteken ott tudtam lenni, és ugye úgy tűnik, hogy az 500 ember nem olyan sok, de igazából olyan hangulat van, mint itt a 10 000-rel, mert ugye zárt is az a terület. Igen, nagyon jó hangulat van, bár nem tudom soha megítélni, hogy mennyi ember fér be, mert nagyon, ugye nagyon sűrűn vannak, de mégis olyan hangulatot tudnak csinálni, mintha lenne egy egész kocka alakú lelátunk, mert ugye csak ilyen alakba van. Erre kapcsolódva én megnéztem a statisztikákat, hogy a cseh tv.cz közvetíti a Csehországban lejátszandó meccseinket, és hát tippeljetek, hogy körülbelül a nézettségünk az mennyi nagy átlagban. Hát gondolom több, szerintem mint pár ezer. 1500 és 1900 között vannak, és a moszti bármelyik meccsünket, hogyha megnézitek. A hazaiakról nincs statisztikai adatom, mert itt egy kicsit kaotikus a Husztay TV, Niké platform közvetítés. A kinti moszti meccsünket kb. 2500-an látták, úgyhogy... Én azért mondom, hogy biztos vagyok benne, hogy azt a 3500-as arénát Győrbe sincs mindig telt ház, tehát ezt azért el kell mondani, de azokon a mérkőzéseken, amikor úgy igen kell, akkor ott is lehet telt házat produkálni. Még visszatérve ugye ehhez a nagy kérdőjelhez, hogy hol legyen az a sportcsarnok, a legnagyobb probléma, ugye, vagy a legnagyobb visszhangja annak volt, hogy ott a fás területen lenne, hogyha már ugye úgy lett, az lett döntve, hogy nem elé, hanem mellé építenénk. Ugye, tudjuk, hogy te kapcsolatban voltál azzal a társasággal. Igen, kapcsolatban vagyok a Hello Dunaszerdahely képviseletével. Voltunk is kint, mondhatni, nem jó szó, de helyszínelni. Tehát a helyszínen próbáltuk az egymás álláspontjait elmondani. Azt hiszem, nagyon korrektül tudtunk beszélgetni, és hát én is értem az ő aggályait, nekem is fáj minden olyan fájéra szívem, ami nem az a fa, ami amúgy alapból kivágásra ítélt, mert abból is van abban a részben nagyon sok, de a képviseletük tett is néhány javaslatot annak érdekében, hogy hogyan lehetne a környezet barátabbá tenni, és a környezetbe jobban beilleszteni a sportcsarnokot. Zöldebb, mondhatni így azt is, a zöldebbé tenni, és van egy-két olyan ötlet is, ami én úgy gondolom, hogy nem
idézőjelben mondom, csak nem ördögtől pattant, és egészen hasznosítható. Tehát azt is deklaráltuk, hogy az áldozatul eső fák többszörösét fogjuk ott a helyszínen és környéken kiültetni, illetve volt egy javaslat a tetőnek egy bizonyos részét zöldtetővé átalakítani, tehát ez is csak a tervezésen múlik. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy meg lehet találni azt a megfelelő konszenzust, ami minden fájdalom ellenére elfogadható. Uh-huh. Legyünk optimisták, mikorra lehetne kész ez az egész? Hát most nem tudom, mert ha ugye belegondolok a mai eseményekbe, akkor passz a kérdés. De mivel én örök optimista vagyok, én bízom benne, hogy 2 év és állni fog a Dunaszerdahelyi Sportaréna. Rendezvény és sportcsarnok, bocsánat. Így van. Ha már ugye a zöldről beszélünk, Mária, te részt vettél a kukkolni a faültetésen, a holnap gyümölcsét kiültetted. Milyen élmény volt ez? Nagyon élmény volt. Udvarnokba ültettünk gyümölcsfát. Ugye ez a kezdeményezés, ez azt képviseli, hogy mennyire fontos a sport, a kultúra és a környezetvédelem. Ezért is vettem részt rajta. Nagyon jó kis kezdeményezés, többen vettünk részt, sportolók közül, azt hiszem még Bitter a Kitty volt. Uh-huh. Somorjai Vívó. Somorjai Vívó, igen. Kellemes élmény volt. Uh-huh. Hát ugye Kukkónia több fát is kiültet itt a járásban, úgyhogy több élsportolót is bevontak ebbe a projektbe, úgyhogy egyik volt a Mária, ugye mai vendégünk, másik mai vendégünk pedig Horváth Zoltán volt, a DAC kézilabda csapat 2 képviselője. Mielőtt még lezárnánk ezt a mai beszélgetést, amint ígértük, a műsor végén ismertetjük a Nagyszombat DAC mérkőzéssel kapcsolatot tippverseny 5 nyertesét, akik egy-egy darab egyhetes Orinsport aktivációs kódot nyernek, ők pedig nem mások, mint Szabó Ferenc, Lőrinc Éva, Duba Tamás, Skarba Zsolt és Tóth Attila. A kódokat privát üzenetben kapják meg, és hát ennek köszönhetően, ugye Orinsport kódnak köszönhetően nézhetik akár a következő DAC meccset is, ami jövő szombaton, tehát nem most, hanem következő hét szombatján, illetve bocsánat, vasárnapján, húsvét vasárnap, április 4-én 16 órától Zsolnán rendezik, tehát a harmadik, a második ellen egy igazi nagy derbi, Zsolna DAC, és ezen az Orinsporton tudjátok majd nézni. Úgyhogy ez volt már a hazai pályán extra. Köszönöm szépen a vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást. Mi köszönjük a lehetőséget. És hát reméljük, hogy a sportcsarnok felépül úgy, ahogy terveztük, és hogy az a bajnoki cím, vagy legalább az európai szereplés összejön. Köszönjük. Nagyon köszönjük szépen, és hajrá DAC. Köszönjük a figyelmet, hajrá DAC.